viszont már meg is sikerült egy szinten feljebb lépni. Ezen a csatornán bemutatok három darab videót, amely népszerűssé vált. És ha eleztek is, hogy sikerül 2005-nek, hogy 300 fenyakorot összegyűjteni, akkor is, hogy csinál ugyanúgy egy csaj a csatornáját. Azt hittem azt, hogy a csatorna kudarcot fog adni. De rájöttem, hogy valamit nem jól csinálok. De mégis helyre tudtam hozni. Fel tudtam hozni magam a legmagasabb szintig is. Mostantól a tenesznek a célja a 300 subot elérni. Várni fog még egy live, de először bemutatom az előző videót, az egy éves videót. Természetesen én sem kezdtem úgy el a csatornámat, hogy mindjárt 10 feliratkozóval áll, természetesen nem. Az, hogy kellett várni napokat, heteket, sőt még egy hónapot is, hogy legyen legalább 10 vagy 20 feliratkozó. És összegyűjtöm, simán. És még rajongók is voltak, akik még autogramokat is akartak kérni tőlem. Ez mi meglepő volt számomra. Most már látom, hogy az NSZGP csatorna újra be fog indulni. És természetesen nem maradhat ki a motto sem. És akkor utána jön majd az autó. Állással köszönöm a 200 feliratkozót, de hogyha még több csatornájárót akartok látni, ahhoz több feliratkozó kell, én pedig úgy nem fogok csinálni ide a csatornájárót, azt, hogy nincs-e feliratkozó. Úgy biztos, hogy lehet. De most az előfordul, ezt a 200 feliratkozó megvan, a cél megvolt, a cél teljesítve 200 feliratkozó, eleztek, és utána jönni fognak a 300, vagy 250 lehet, hogy elérni ezt a csatornájába. Ha akarjátok, azt majd csinálok majd egy szavarát, természetesen egy jobb oldal, vagy egy rossz oldal, nem így jobb oldalon lesz. Már mindjárt elkavartam már a szó elfogyik már a számom, annyira szóval a kezem az, hogy ilyen fogok csinálni a videót, amivel már 200 feliratkozó eleztek. Azaz már egy kicsivel durvább, és még a szavamban is olyan nehezen jön ki. Tisztázzuk. Hogyha megvan az a bizonyos szint, tehát a feliratkozó, hogy már tényleg legyen egy csatornajáró, amit mondtam 200-300, és hogyha az megvan, akkor természetesen és fel természetesen a 200 feliratkozónál elárulok egy titkot, egyetlen egy titkot, hogy azonnal elmondom az elérhetőségemet.
mostantól. De csak olyan elérhetőségeket mondok, amit mások nem tudnak. Például, mondom az első. Első elérhetőség az a Skype lesz. Ugye NS néven beütitek a zene, NS így, és akkor kiadja mindjárt. Lehet, ebben nem biztos, de biztos van benne, hogy kiadja az NS-t, és természetesen lehet cseveri egy ilyesmi. Második pedig a Hangouts. Ugyanúgy találhattok így, mint a hagyományos YouTube néven, tehát hogy ha nincs is simán. De azt úgy, ugye, úgy tudjátok, hogy Google Plus, mert ugye van Google Plus, azon is vagyok, és természetesen ott a nevem, legalább 6000 követő, vagy mit tudom én hány, és ott van az, hogy ez telefonon van az, hogy hang tehát úgymond üzenet küldése, és küldök egyet, és akkor én elfogadom vagy sem. De csak egy bizonyos, tehát én is úgy vagyok vele, hogy bizonyos ismerősöket tudok felhívni. De ahogy, hogyha fel vagytok kiratkozva, és hogyha megmondjátok, tehát hogyha leírjátok a megjegyzésbe azt, hogy felvettelek, akkor nyilvánvalóan tudni fogom azt, hogy ki lesz az. De írja a megjegyzéshez a nevét, hogy egyáltalán ki az, aki, tehát úgymond, hogy mi a neve, aki felvett engem. Hogy tényleg ő az, aki felvett engem. Tényleg. Akkor ennyi lett volna ez a beszélgetés, nyilvánvaló, hogy a titkomat akartam elmondani, de lesz még több titok, azt a bizonyos feliratkozónál fogom akkor elmondani. Most ez volt az első titok, 200 feliratkozónál, 300 feliratkozónál jönni fog még egy titok, utána meg 400, 500, 600, így százasokként ugrik egy-kettőre. Tehát akkor jönnek meg újabb titkok. Hogy mi lesz a titok, az kérdés. Aztán ahhoz el kell élni a szintet, az én szintemet. Ha segítetek nekem, tehát úgymond, hogyha feliratkoztok hozzám természetesen, akkor nyilvánvaló, hogy ez ki fog derülni, hogy mik az újabb és újabb titkaim. Na, de ennyit akartam mondani, nem is akarok tovább mondani időt, de mindegy is, hát belefér. Na, akkor, oké. Akkor ennyi lett volna a beszélgetés. Szevasztok mindenkinek, és ahogy mondtam a motto, mindenért a lájk, minden leginkább a feliratkozásért, legalábbis frissítésként elmondtam.